már másodszorra megy vendégjátékra a messzi éjszakra, pontosabban Norvégiába az Újpest Színház. Először a Sóska sült krumpli című egresi darabbal, most pedig hamarosan a Prach című Spiró darabbal. Mind a kettőt Krizsik Alfonz rendezte, akit sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok! Kicsit emlékeztessük a nézőket. A Prach egy kétszereplős darab, Spiró György tollából, Dóka Andrea és Szvetko Sándor játsza, és tavalyi bemutatója volt az Újpest Színháznak. Azt is mondhatnám, hogy a tavalyi színházi évad újpesti újdonsága volt ez a darab. Most már túl vagytok ezen a bemutatón, pár előadáson. Most hogy látod ezt a ti Prachotokat? Hát újpesti viszonylatban, és ez nem kívánsértő lenni, de tudomásul kell vennünk, hogy az eddigi előadás számok azok imponálóak. Uh-huh. Hangsúlyozom. Tekintettel arra, hogy nem erről híres elsősorban az Újpesti Színház, hogy nagyon sok előadást tud realizálni. Uh-huh. Ez nem feltétlenül hiba, lehet, hogy kellemetlen. Az abból a törvényszerűségből adódik, hogy a mindenkori kultúrház keretei között működik az Újpest Színház, és a kultúrháznak vannak olyan alapfeladatai, amelyek tulajdonképpen primér szinten már alapból is leképzelhető, hogy útban vannak a színházi működésnek, és viszont ezeket kell megfelelően koordinálni, és akkor annál több előadás lesz az Újpest Színháznak, amire mi évről évre kísérleteket teszünk, és hát vannak is eredményeink. Tehát ami az előadás számot illeti, abban azért rendben vagyunk, mert játszottuk a Prachot Kalocsán, ugyanúgy, mint a Sóskát is. Most akartam mondani, hogy viszont nem csak Újpesten játszottunk. Igen. Igen, így van, játszottuk a Szerb Színházban egy koprodukció keretében. Hát azt most már elárulhatom, hogy októberben Hajszál híján játszottuk volna Szerbiában egy nemzetközi színházi fesztiválon. Sajnálatos módon lemaradtunk róla, nem mi vagyunk a hibásak ezügyben, de bízunk abban, hogy ha megvan az érdeklődés, akkor ez az érdeklődés megmarad a továbbiakban is, és akkor előbb-utóbb kijutunk egy ilyen erre, hogy egy ehhez hasonló színházi fesztivál. Mivel az előadásnak elment a híre, nem véletlenül hívták meg, tehát jó a portfóliója. Van egy nagyon praktikus része is ennek az előadásnak, hogy két szereplős, ilyen értelemben könnyebb egyeztetni, utaztatni. Így van, tehát első... Az Úristen is erre teremtette. Így, úgy van, tehát én nagyon büszke vagyok a színészekre, illetőleg az Újpest Színházra, de hozzátartozik az igazsághoz, és el kell mondanunk, hogy idestova most már harmadik éve nekem jutnak az Újpest Színházban azok a darabok, egy koncepció keretén belül, hogy vannak viszonylag nagy szereplős darabok, és vannak csekélyebb szereplős darabok, amelyeket lehet tájoltatni. Egyértelmű, hogy ezeket a darabokat sokkal könnyebb kivinni vidékre, és külföldre is, és így aztán most már másodjára megy az Újpest Színház egy produkcióval. Hát az büszkeséggel tölt el, hogy az előző újpesti színházi rendezésem is kimegy Oszlóba, és a másik is. Talán nem csináljuk rosszul. Mondtad, hogy egy koncepció keretében ezt úgy hívtátok, hogy az Újpest Színház kamaraszínházi produkciói ezek, hát talán. Igen, úgy is hívtuk. Azért, tehát igen, leginkább, tehát így is hívtuk, úgy van, tehát továbbra is van az Újpest Színháznak egy kamaraszínházi programja. Hogyha a csillagok majd úgy állnak, akkor maradéktalanul meg fogjuk ezt valósítani, mert Dózsa Lászlónak is vannak ebben tervei, amiről már beszélt, Orfeum, vidám előadások, tehát mindenféleképpen dolgozunk rajta. Végül is ez benne van a számítógépünkben, kinyomtatva, papíralapon is megvan, hogyha feltételek adottak lesznek, akkor belecsapunk, és már is folytatjuk a munkát. Mint ahogy folytatjuk is, tehát a kamaraszínházi program az folytatódik azzal, hogy én jövőre ismét egy olyan darabot rendezek, amely csak két szereplős. Erről majd beszélünk. Igen. A beszélgetésünk végén, visszatérünk erre. De most a Prachról kicsit még, hogy azért mi sokat foglalkoztunk viszonylag a próbaidőszak alatt a Prachal, amikor többször beszéltem a színészekkel, és ez egy olyan előadás, hogy csak két szereplős, nem támaszkodhatnak nagyon másra a szereplők, hogy ráadásul egy házaspárt játszanak, hogy nagyon-nagyon fontos az ő összjátékuk, összhangjuk. Te az előadások során hogy láttad ezt, mennyit fejlődött a két színész között? Hát nagyon fejlődött. És ez így van rendjén. Az lett volna baj, hogyha nem fejlődik. Tehát mindenféle, az előadás elkészült, képviselt egy értéket, hál' Istennek már tehát katartikus élménnyel távoztak a nézők, pontosabban katartikus élményt kaptak a nézők már a nyilvános főpróbán és a premiéren, és az nagy dolog, nagy szó manapság a mai színházi világban, a szórakoztató világban, de ez nem jelenti azt, hogy az előadás készen van.
Bizonyos értelemben lehet azt mondani, hogy elkészült, abban az értelemben, hogy nézők elé lehet vinni, jó szívvel lehet vállalni, szakmailag rendben van, ezt egyébként a szerző is elismerte, de ettől éppenséggel a színházi alkotó folyamatnak, a színháznak a sajátossága az, hogy nincs ugyanazon színházi este, tehát valamiben az adott keretek között változik. Éppen ez adja az élvezetességét. Valószínűleg olyan... ezért soha el nem múló műfaj, rosszóval élve hát, a színház. Igen, nagyon remélem, hogy így van. Ez, a történelmi máshol... tapasztalatok igen. ezt mutatják. Igen. Tehát nincs csakunk feltételezni azt, hogy az elkövetkezendő pár ezer évben ez máshogy lesz. Hát mert pont ezért, utána nincs még egy ilyen. Igen, egyébként vannak olyan, Újpesten is vannak olyan nézők, akik többször nézték, kétszer-háromszor nézték meg az előadást, és a magyar meg a világ színházának világában az nem ördögtől való dolog, hogy valaki egy előadást több alkalommal is megnézzen. És nem kell ahhoz színházőrültnek lenni, vagy éppen profi színházcsinálónak, hanem egy néző valóban elmélyülten kíváncsi arra, hogy mi az, amit a premierkor vagy a premier után lát, illetőleg egy bizonyos idő elteltével, hová érik, uram, bocsá, hová fajul egy színházi előadás. Ez egy klasszikus pepecselős munka volt, hiszen nagyon erős a szövege, de... ilyen értelemben nehéz is, hiszen valamilyen furcsa realizmus keveredik egy ilyen sajátos spirós stílussal, vagy igen. iróniával, vagy humorral. Igen. Ráadásul a karaktereket gondolom nagyon precízen ki kellett dolgozni ahhoz, hogy ez a történet tényleg lejöjjön a nézőknek. Hát ha nem is pepecselős, van egy reklám, tehát most ez a szó, amit kimondok első pillanatban csúnyán tűni, pedig nem csúnya, cicóztunk rajta rendesen, de... alapvetően úgy álltam hozzá, mivel színész vagyok, színészrendező vagyok, most már mondhatom, hogy színészrendező, mert talán feljogosít az eddigi munkásságom erre. Azt eldöntöttem a kezdetek kezdetén, többek között ezt, hogy közösen fogjuk megcsinálni. Uh-huh. És igenis kíváncsi voltam a színészek véleményére, és nem csak a véleményére, hanem a véleményének arra a fajta megnyilvánulására, amit a színpadon tudnak megmutatni. Alapvetően én úgy gondolom, én azt tanultam a mestereimtől, akitől ellestem ezt, hangsúlyozom, akitől ellestem, mert el lehet lesni, hogy a rendező legfontosabb feladata az, hogy jó párszor alaposan olvassa el a darabot, elemezze, lehet legjobb tudása szerint, és legtöbb eszét elővéve, és utána kötelessége a színészeket helyzetbe hozni. Tehát olyan szituációt teremteni a színpadon, ahol a színész megfelelően tud elkezdeni működni. Ugyanis hát hazahúz a szívem, mert először színészként kezdtem a pályát. Jó lehet először diszletmunkásként, de tehát színész vagyok. De tudomáson kell vennünk, hogy színész nélkül nem létezik színház. Ez annak ellenére, és még film sem, annak ellenére, hogy állítólag manapság hollywoodi filmekben egy-két snittereig pótolják a színészeket számítógépes grafikával. Simán. Igen. Elképzelhető, hogy lesz majd jó pár év múlva holografikus színház Magyarországon, először külföldön, aztán Magyarországon, de ettől még azt kell mondanom, színész nélkül nincs színház, rajta keresztül objektíválódik. Tehát kikerülhetetlen, ki lehet kerülni, és lehet diktatórikus eszközökkel színházat csinálni. A színész meg is csinálja, de nem feltétlenül ez a legjobb megoldás. Hát vagy igen, vagy más utak vannak. Hogyne, persze. Nyilván az eredmény. Lelke rajta mindenkinek, hogy milyen úton indul, milyen pallón jár, bármelyik pallón is indul el, az imbolyog. De te le lehet róla esni. Hú, hát aztán közösen is. Tehát, hogy hárman, négyen elindulunk, hogy létrehozunk egy produkciót, és aztán nagyon nagyot lehet esni. De ezekből lehet leginkább tanulni. Csak, hogy még inkább kedvet csináljunk a következő kérdésemhez vonatkozóan is, hogy arról az az alaptörténete ennek az előadásnak, vagy ennek a spiródarabnak, hogy egy házaspár, egy átlagos anyagi helyzetű házaspár, vagy kicsit talán lejjebb, megüti a lottó ötös főnyereményét, és az boncolgatja, hogy mit csinálnak, mit csinálnának ezzel igen. a főnyereménnyel. Szerinted a darab sikerének, vagy az előadás sikerében az is közrejátszik, hogy ez egy ebből a szempontból is végtelenül aktuális darab, hiszen mindenki álmodzik arról, vagy legalábbis az ország 90%-a, hogy megnyeri a lottó ötöst, hiszen egy csomó embernek szűkös anyagi helyzetéből olykor ez tűnik az egyetlen
kilábaló megoldásnak. Hát természetesen ez így van, benne volt a kérdésedben a válasz is, és ez Spirónak az erénye, tehát ez az ő találmánya, kitalálta és nagyon-nagyon működik. Az a más kérdés, hogy amikor dolgoztunk az alapanyaggal és próbáltunk, felmerült, hogy régen, amikor én kisgyerek voltam, és még 3:30-ba került a lottószelvény, akkor azért egészen máshogy volt a lottószelvényeknek, a lottó alapnak a felosztása. Mm. Tehát itt azért tehát Spiro arra érzett rá nagyon jól, hogy a mai Kalmár szellemű világban a teli találatos szelvénnyel annyit lehet nyerni, ami alapvetően megváltoztatja az ember életét adott esetben, és az esetek többségében, ezt mutatja a statisztika, boldogtalanná teszi. Míg a korábbi esztendőkben, lehet, hogy még jó pár évvel ezelőtt is így volt, egy 4-es találatossal, maradjunk most a lottónál, lehetett annyi pénzt nyerni, amivel valaki kifizette a tartozásait, urambocsát, kifizette a lakástartozását, lecserélte a rozzant kocsiját, és tudta a gyermekeit tanítani. Úgy van, tudta a gyermekeit tanítani, el tudta indítani, és hite, kénye és kedve szerint esetleg megcsináltatta a kriptát, vagy a sírhelyét magának előre. Attól függ, tehát egy kicsit az előre mozdított az életét valamit, és a halálát. Valamit mindenféleképpen. És éppen most lenne erre egyébként szükség, amikor a mai világban egyre inkább meg kell tanulnunk vállalkozni. Az én generációm nagyon nehezen tanulta meg, én magam sem tanultam ezt meg. De az utánunk jövő generáció. Most akkor képzeljük el, hogy valaki nem több százmilliót nyer a lottón, hanem csak pár millió forintot. És nem biztos, hogy a kocsit cseréli rá, és nem biztos, hogy a sírhelyet vásárolja meg, hanem vállalkozásba fog ezen a pénzen. Minden bizonnyal... Fialtatja. Ez nem biztos, hogy jó, mert a fialtatás az megint egy másik műfaj, de hogyha az nem produktív annyira. Igen, akkor valami alapot ad. Úgy van, tehát mindenféleképpen, mondjuk úgy is, hogy a gyermekeibe beleinvestálja a tanulását, a gyermekei tanulásába és neveltetésébe. Az már egy nagyon-nagyon jó dolog. Vagy ő próbál meg egy olyan vállalkozást elindítani, amely a családja és a maga számára jelenthet megélhetést. Munkát adhat másoknak is. Tehát szóval érdemes lenne erről. Erről is akár egy darabot is lehetne írni. Abszolút. Mert egyébként a Pragba így szó szerint verbálisan, a textusban ez nincs benne, de azért ez is kiolvasható belőle. Legendás sztori, több ilyen is van, de igen, a londoni hajléktalan, tudod, aki nagyon nagyot nyert, igen, aztán pár év múlva megint az utcán volt, és igen, akkor kérdezték, hogy mi volt, hát elköltöttem, de legalább volt egy pár szép évem. Tehát ez egy, igen, és nagyon sok, és volt nagyon sok barátja addig, egészen addig. De volt egy pár szép éve. Hát ez, igen, ez így is lehet, csak valószínűleg, hogy nem ez az a példa, amit meg kell tanulni, mert különben semmi nem lesz belőlünk. Tehát pontosabban fennáll a veszély annak, hogy lelassul az a fejlődés, amire mindannyian várunk. Menjünk egy kicsit északabbra, hiszen a beszélgetésünknek alapvetően ez a tárgya, hogy Oszlóba megy megint az Újpest Színház, jelen esetben a Prach. Kinek a meghívása ez? Ezt már tudjátok, már ismeritek igen, a telepet. Úgy van, tehát mivel a norvégiai magyarok baráti köre, oszlói baráti köre hív meg bennünket, így már másodjára. Tehát nagyon jó, köszönöm szépen a kérdést, mert akkor el tudom mondani azt, hogy ez politikától, mindenféle érdekközösségektől mentes olyan közösség Oszlóban, akik arra tették fel a szabadidejüket, illetőleg a vezetőjük és a vezetőjük az életüket, hogy az Oszlóba szakadt hazánk fiai és az ő gyermekei, utódai, unokái értesüljenek a magyar kultúra eseményeiről és színházi vonatkozásban, akár legyen az gyermekeladás vagy felnőtt színházi előadás, kapjanak egy olyan kultúrát, magyar kultúrát, ami az anyaországból származik. Oszló csodálatos város, én már másodjára megyek, és megyünk a két kollégával. Én ismét elmegyek a Nemzeti Múzeumban, megnézem azokat a festményeket és képeket, amelyek, pontosabban a szobrokat, amik ott vannak. Ott van a világtörténelem, ott van a gondolkodó egyik változata, Mönchnek az eredeti sikolya, mert több fajtában, többféleképpen megfestette, tehát az, amit annak idején elloptak, és ilyen vastag üvegbúra mögött van, és vannak neki más festményei is, csodálatos festményei, nagyszerű Van Goghok, Cézanne, reneszánsz alkotói. Hát talán mondjuk Leonardo, Tiziano, Raffaello, abban nem annyira gazdag a kiállítás, viszont az antik szobor park az valami csuda.
Hát és ilyen közel, nem szabad persze megfogni, de az ember közel megy hozzá, akkor az tehát nagyon ismét, nagyon... élményt ismét. Én elmegyek ismét. Ha jól emlékszem, akkor a legutóbb családoknál laktatok. Hogy... Most is. Hogy fogadtak ott titeket? Hogy fogadták az előadást a Sóskát? Hát az előadást nagyon jól fogadták az előadást, nagyon tetszett nekik, megrázta őket. A Sóska Sultklub egy olyan előadás, amin azért inkább nevetni lehet. Uh-huh. Bár annak is megvan a maga köznapi magyar tragédiája. Igen, torokszorító volt. Itt pedig a prak azért még inkább arról nevezetes, hogy nem úgy nevetnek a nézők, hogy közben a térdüket csapkodják, de azért közben elhangzik jó néhány torokszorító poén. Tehát családoknál leszünk elhelyezve, és hát én úgy készülök, hogy lazacot eszem lazacsal. Bocsánatot kérek, hogy esetleg valaki szereti a halat. Ne irigykedjen, de ez a szándékom, mert nagyon finoman és többféleképpen tudják megcsinálni. Nem véletlenül szorongatom itt ezt a Fidelio külön számot, ez a Színházak éjszakájának a külön száma, ami szeptember 20-án van, azért érdekes ez, mert ti Norvégiában, Oszlóban szeptember 20-án az a Színházak éjszakáján játszátok. Úgy van. Ezt a előadást, ami kapcsolódik az ugyanilyen újpesti programokhoz is. Úgy van, tehát nem néztem utána, tehát lehetséges, hogy rosszul gondolom, vagy túlságosan magabiztosan dicsekszem, de mégiscsak tudomásom szerint Magyarországon jelenleg szeptember 20-án nem lesz olyan magyar színház, amely egy időben a Székhelyén is és külföldön is játszik. Uh-huh. Az Újpest Színház szeptember 20-án a Színházak éjszakáján az Ady Endemüv központban játszik egy meglepetés egyveleget, egy nyílt nappal, és Oszlóban a Prach című tragikomédiát. Ebből adódik, hogy a mai kommunikációs hipertérben megvalósítható egy ötlet, ami tulajdonképpen meglepetés lesz, híven a Meglepetés című zenés darab címéhez. Meglepetés a meglepetésben. Meglepetés a meglepetésben. Hát a mai számítógépen nevelkedett fiatalság, és most már a felnőttek és a nagyik is most már azért lassan ebből kitalálhatták, hogy mire készülünk. Szóval lesz valami interaktivitása, határokon és tengereken átívelő interaktivitása annak az estének. Hát akkor ez egy duplán nagy élmény lehet nektek is ott Oszlóban. Tehát ezzel fogunk büszkélkedni, szeretettel várjuk a televíziót oda, a sajtóéles képviselőjét. Oszlóba? Hát akár oda is. Szívesen forgatnék erről úti filmet, de ez más tészt. Igen, nem is lenne rossz. Nem. Egyébként a két évvel ezelőtti Sóska Sultklumpi vendégjátékunkról rengeteg videó készült. Terveztük, hogy csinálunk egy útifilmet, mert most is a kettőben csináljuk. De adtunk belőle részleteket. Adtunk, igen. Pontosabban adtatok. Mert most is videózok, de most nem lesz nálam olyan jó kamera. Jó, azt hiszem, ezt kiveséztük. Említetted az elején, hogy te idén is ebben a Kamara Színházi programban fogsz rendezni egy kameraelőadást. Az idén úgy értem, hogy ebben az évadban. Igen. Mi lesz az? Igen, valóban ebben az évadban, de nem idén, hanem jövőre, január 20-a környékén lesz a bemutató, a Magyar Kultúra napja és a Magyar Kultúra hete alkalmából lesz a bemutató. Nem tudok még róla sokat beszélni, ugyanis az a helyzet, hogy ezt a darabot most nem én választottam, hanem Dózsa László megbízott vele, hogy Alikám, megkérlek, hogy ezt a darabot rendezd meg. Bolygó király a címe, és mindent a maga idejében, talán annyit tudok mondani, hogy két nagy formátumú ember, pontosabban egy korabeli színész király, akinek a királyságát nemigen ismerte el az utókor, és akkor az akkori kor sem, a Nemzeti Színház öltözőjében találkozik 1848. március 15-én este, és arra várnak, hogy kezdetét vegye az aznapi bankban előadás, amely hát az ismert okok miatt, mivel kitört a forradalom és szabadságharc, ez volt a kezdete, valami miatt nem kezdődik el, mert nincsenek nézők. Tehát ez az alaphelyzet, és ebből lesznek nagyon érdekes dolgok, ami valójában két szereplős, jó szerintem még azt sem döntöttem el, hogy lesz-e benne még több szereplő statisztéri a nézők esetleg, tehát többször el kéne olvasni. Az biztos, hogy nagy-nagy szeretettel ajánljuk az általános iskolásoknak és a középiskolásoknak is, tekintettel az adott kor szeletét beágyazottan. Ha nem is egy korrajz, de mindenféleképpen színház történeti érdekesség a korabeli bohém színészekről. Elhangzik benne Petőfire való utalás, hiszen tudjuk, hogy ő is színészként kezdte a pályafutását, aztán hál' Istennek inkább költő lett. És
Hát remélem, hogy érdekes lesz és jó lesz. Ez nagyon érdekes a színházban szerintem, vagy lehet, hogy csak nekem, amikor egy szűk térben, egy adott térben vannak bezárva, vagy térben vannak kvázi zárva a szereplők, kevés szereplő, és akkor ez folytatja ezt a jellegű sormintát, hiszen a Sóska sült krumplival egy foci öltözőben, egy bírói öltözőben, itt egy lakáskonyhájában, és akkor ott meg ezek szerint egy színházi öltözőben. Tehát akkor te is ezt a fajta dramaturgiát, ezt most totálisan átnézheted. Hát átnézem. Tehát beleásatod magadban a három előadásban. Igen, de hát nem jelent. Az öltözővilága sem idegen számomra. Játszottam is olyan darabban, ahol öltözőben játszódott a történet, tovább is egy jelenet, ez a Körmagyar, meg más előadások is. Egyébként, ami a teret illeti, hát ezt tudni kell használni, jó kell használni, és jó, hogy ez felmerült, mert van egyébként az oszlói előadásnak még egy érdekessége. Tekintettel az ottani technikai körülményekre nem úgynevezett dobaszínházi térben fogjuk játszani, hanem körszínházi térben. Mm-hmm. És a jövő héten elkezdjük a próbákat, pontosabban elkezdtük, de itt a helyszínen elkezdjük a próbákat, és a tükörtelemben az érdeklődők számára lejátsszuk azt a változatot, azt a körszínházi változatot, amit majd Oszlóban is elő fogunk adni. Tehát szeretettel várjuk oda az érdeklődő nézőket. Szeptember 17-én, 19-én indulunk, és 17-én este 7 órakor a tükörteremben, a Polgárcentrum tükörterében lejátszuk az előadást, a Prach, Újpesti Színház Prach előadását, az oszlói változatot. Szép végszó, jó utat kívánok, köszönöm, jó előadást, nagyon finom lazacokat, köszönöm szépen, még szebb képeket a múzeumban, és hát persze azt, hogy ez sikerüljön fölvenni aznap a kapcsolatot majd az Újpest Színházzal. Köszönöm szépen. Felvesszük a kapcsolatot. Köszönöm szépen.